Szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő számos szakterületre kiterjedő együttműködés szolgálja azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit. A beruházást kiszolgáló infrastruktúra kiépítése igen összetett feladat, amelyben számítanak a térségben lévő erőforrásokra. Megpróbáljuk újra termelni ezeket az erőforrásokat, ami azt is jelenti, hogy tehermentesíteni kell jelen esetben Paksvárosát és azt a térséget, amelyik be tud kapcsolódni a beruházásba, és be fog kapcsolódni, vagy amelyik érintett lesz a beruházással. A doktor Becskeházi Attila által vezetett államtitkárság koordinálja egyebek mellett a szakemberképzést, amely nagy kihívás, hiszen speciális tudással rendelkező szakemberekre lesz szükség. Ennek érdekében hét egyetemmel közösen oktatási-képzési klasztert hoztak létre, amelynek tevékenysége a nukleáris és az energetikai innovációra, kutatásfejlesztésre is kiterjed. Másik kiemelt terület az infrastruktúra fejlesztés, ezen belül a közlekedési lehetőségek biztosítása. 60 km új utat építenek, több mint 330 kilométert felújítanak, fejlesztik a Paksi kikötőt, a mezőfalva Paks vasútvonalat, amelynek a városban vezető szakasza zajmentes lesz. Új Dunahíd épül, ennek előkészületei jól haladnak, hamarosan elindulhat a beruházás. Mindemellett gondoskodni kell a dolgozók, beleértve a más anyanyelvűek elszállásolásáról, egészségügyi ellátásról, gyermekeik oktatásáról, a dolgozók utaztatását a lehető legkörnyezetkímélőbb módon elektromos járművekkel szeretnék megoldani.